Október 13-án a Hegyköz 18 településén is rendkívüli események nélkül lezajlott a helyhatósági választás. A polgármester, illetve az önkormányzati képviselők mellett több településen nemzetiségi képviselőket is választottak. Így volt ez a Hegyközi Pálházán is, ahol ruszin és szlovák nemzetiségi önkormányzat alakul. Fontosnak tartom azt, hogy a település életében mi is egy kicsit bele tudjunk szólni, közösen döntsük el, hogy mégis kit szeretnénk választani, ki az, akiben megbízunk, és akire számítunk. A szlovák nemzetiségire is szavaztam, mert hogy én szlovák nemzetiséghez tartozom, és itt is fontosnak tartom azt, hogy a hagyományokat őrizzük. Az ország legkisebb városában három polgármester jelölt indult. A helyi választási iroda azonban további három hegyközi település esetében látta el a helyhatósági választással kapcsolatos feladatokat. Pálházán három polgármester jelölt közül választhatnak a választópolgárok, illetve 6 képviselőtestületi helyre 16 jelölt közül lehet majd választani. Fűzér, Komlóson, illetve Nyíriben 2-2 polgármester jelölt indult, Bozsa településen pedig egy polgármester jelöltre adhatják le a szavazatokat a választópolgárok. Pálházán a választópolgárok 61,81%-a jelent meg az urnáknál. A három polgármester jelölt közül a voksok többségét, több mint 57%-át a régi településvezető Szebeni Endre kapta, aki elmondta, továbbra is a város fejlesztése a célja, valamint együttműködni a hegyközért a többi település vezetővel. Pálháza eddig is központi szerepet töltött be a hegyköz életében. Ezt a központi szerepet továbbra is kívánjuk betölteni, úgy, hogy minden hegyközi település a legtöbbet tudja profitálni a közös eredményekből, közös sikerekből. A 18 hegyközi település tekintetében elmondható, 13 községben maradt a korábbi polgármester, ezek közül 5 faluban csupán egy induló volt a régi polgármester. 5 településnek van új polgármestere. Alsó-Regmecen ezek közül azért is, mert a korábbi polgármester, Lackó Pál már nem indult a választáson. Új vezetője van még Hollóházának, Fülkeházának, Fűzérradványnak, illetve Nyírinek. Ez utóbbi esetében a kihívó, Orbán József, a szavazatok több mint 79%-ának megszerzésével győzte le a korábbi polgármestert. Most kell szerénynek lenni, mert a nagy sikerű győzelem volt, de az emberek bizalmát meg kell ugye hálálni, és mindent megtettek érte, hogy a falu a fejlődés útjára lépjen. A programomban is írtam, meg mondtam is, hogy tehát nagy dolgokat nem ígértünk, csak a minimumot. Hogy induljunk el a fejlődés útján, hogy ez a település tényleg felzárkózzon a környező településekhez. A polgármesterek megválasztásán túl már a települési képviselőtestületek tagjainak névsora is megtalálható a Nemzeti Választási Iroda weboldalán.